A találkozón az új ügyvezető felvázolta, hogy mik az elvárások a csapattal szemben a 2020-as tavaszi szezont illetően, valamint röviden ismertette a játékosokat érintő változásokat. Ami cél a csapatnak a helyezése, az eredményesség, hisz felnőtt profi futballról beszélünk, az eredményesség fontos, tehát az ugyanaz, hogy a középmezőny elején végezzen a csapat. Nyilván megnézzük, hogy ehhez mit kell nekünk tennünk. Az első volt a csapategységnek a megteremtése. Próbálunk egy olyan közösséget, egy olyan keretet kialakítani, akik egymásért küzdenek, és egymást tudják segíteni feltétlen módon, hisz ez nagyon fontos a pályán. Illetve azt tapasztaltuk, hogy a támadó szekciót kell valamilyen módon erősíteni a csapatban. A támadásokba kell hatékonyabbnak lenni, több helyzetet kialakítani, és azt jobban értékesíteni. Védelem stabilizálásáról is szó volt, és hát az új játékosok ezért elsődlegesen a támadó szekcióba érkeztek. Valamint még, amin elgondolkoztunk, hogy az előző szezonhoz képest, hogy a fiatal játékosok terén, akiket kötelező szerepeltetni az NB2-ben, hogyan tudunk még hatékonyabbak és eredményesek lenni, tehát az új igazolások és a változások többnyire ezt szolgálták. A február 2-ai rajt előtt az edzőmeccsek mellett az átigazolási piacon is zajlott az élet a KBSC házatáján. A kék-sárgához igazolt Kovács Ala, aki a korábbi években a szlovák Slovan Bratislava mellett még jó néhány szlovákiai csapatnál megfordult. Magyarországon a 2018-2019-es szezonban mutatkozott be a Merkantil Bankliga NB2-ben, ekkor a győrieket erősítette, majd a 2019-2020-as bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus színeiben kezdte, és most Kazincz Barcikára tette át a székhelyét. Gábor Lukács is a KBSC-nél folytatja, pontosabban visszatér a kék sárgákhoz rövid ózdi kitérő után. A Barcikát erősíti majd tavasszal még Hegedűs Márk is, aki a Budapest Honvéd együttesétől érkezik. A negyedik érkező Németh Tamás, aki korábban a szlovák másodosztályban szereplő Somorját erősítette, de most már ő is a kék-sárga mezben futballozik. Távozik az együttestől Lukács Rajmond, aki Békés Csabán folytatja pályafutását, mellette Virág Ákossal is szerződést bontott a klub. Lakatos és Ádám pedig Putnokon szerepel kölcsönjátékosként. Zúrják József a csapat edzője röviden beszámolt arról, hogy hogyan sikerült a felkészülés, valamint ismertette a tavaszi szezon céljait. Rendhagyóra sikerült, mert mindössze 4 hetünk volt arra, hogy felkészüljünk az első bajnoki mérkőzésre, mivel az MLS úgy határozta meg, hogy február 2-án már pályára kell lépnünk. Úgyhogy nem volt edzői szempontból se egy könnyű feladat ez, hogy tulajdonképpen az első 3 hétben lehetett igazából terhelni a játékosokat, hogy itt erőt is gyűjtsünk, taktikailag is fejlődjünk, mert az utolsó hét, ez a hét már tulajdonképpen egy éles hét, a bajnoki ritmus szerint dolgozunk. Úgyhogy remélem, hogy ez jól sikerült, a játékosok maximálisan oda tették magukat, nagyon jól dolgoztak, úgyhogy bízom benne, hogy meg lesz az eredménye is. A szurkolók több témában is, így az utánpótláskorú labdarúgó gyerekek jelenlegi helyzetéről is intéztek kérdéseket a klub vezetőségének. A téma kapcsán elhangzott, hogy jelenleg is azon dolgoznak az edzők és a szakemberek, hogy itt helyben maradjanak a tehetséges gyerekek, és a későbbiekben a felnőtt csapatban kamatoztassák tudásukat.